Bíróság előtt el Tomba Eszter feltételezett gyilkosa, a győri törvényszék még június elején szabott ki életfogytig tartó büntetést S. számára. Az elsőfokú határozattal szemben a védelem enyhítésért fellebbezett, indítványuk szerint az aljas indokból és különös kegyetlenséggel elkövetett emberölést emberölésre minősítenék. Az ügyészség ezzel szemben egyetért a bíróság döntésével. A tényállást, bizonyítékok értékelését, a minősítését végigveszi ilyenkor az ügyész. Ezt jelen esetben is megtettük, elemeztük, és egyetértőleg vettük tudomásul az elsőfokú bíróság etéren végzett munkáját. Ezt az indítványunk tartalmazza, hogy ezzel is egyetértünk. A férfi a vád szerint még 14 évvel ezelőtt végzett brutálisan a fiatal lányjal, a rendőrség intenzíven nyomozott, 2017. januárjáig azonban nem volt konkrét gyanúsítottja a gyilkosságnak. Szakértői vizsgálatok szerint Eszter 8 napon belül gyógyuló sérülésekkel megúszhatta volna a balesetet, ehelyett a vádlott betette őt csomagtartójába, majd megfojtotta. Az ilyen brutalitással végrehajtott emberölésért a az igazságszolgáltatás, a legsúlyosabb büntetést kell, hogy kiszabja az igazságszolgáltatás ilyen ügyekben, azt kell üzenje a társadalomnak, hogy az ilyen szörnyűség elkövetője a törvény teljes szigorával, ilyen szigorú büntetés kiszabásával kell, hogy számoljon. Egyetértünk ezzel nyilvánvalóan, és az elsőfokú ítélet helybehagyását indítványozzuk. A Tompa ügy végére akár már idén pont kerülhet, amennyiben a másodfokú bíróság helyben hagyja az első fokon kiszabott büntetést, Esatilla legkorábban 30 év múlva szabadulhat.